Rimaszombatban véget ért a harmadik Jazztivál című rendezvénysorozat. Szobocki Jazztivál, to je názov tohto projektu, robíme už tento rok tretí ročník. Podľa toho, že koľko sa nám podarí získať financií, naplánujeme 3, 4, ale mali sme už aj 8 koncertov v rámci tohto letného cyklu. Teraz sa nám podarilo urobiť 4 koncerty, naplánovať a tie sme aj zrealizovali. S takou malou obmenou, že koncert tohto Andreasa Váradyho mal byť v júni, ale kvôli korone kríze alebo kvôli tej situácii sa uskutočníme teraz v septembri a to sme veľmi radi, že sa to podarilo. Az idei koncertsorozat a rimaszombati születésű, s fiatal kora ellenére már világhírű Andreas Váradi családi triójával zárult. A ma 22 éves magyar-roma származású fiú története egészen mesebeli. Muzsikus családba született, zeneiskolába sosem járt. Mindent zenészapjától tanult. 13 éves volt, amikor első lemezét felvették, s ezután kapott nagyobb lendületet a fiú karrierje. Több nemzetközi sztárral szerepelt együtt a világ számos helyén. Nyilatkozni is inkább már angolul szeret. I started playing the guitar when I was around 4 years old. And I was self-taught, and my father taught me a lot of things at the beginning. And we moved to Ireland when I was around roughly 10 years old. And that's where I kind of started busking on the streets, playing on the streets with my dad, and I started to improvise. And I started listening to more jazz and more kind of like traditional jazz, like Coltrane, Miles Davis, and Parker, and all that. And and then that inspired me a lot of different music. And I started to write my own music as well later on. And that's how I kind of started out my music journey. Évek óta figyelemmel kísérve őket, voltam Pozsonyba koncertjükön, Losoncon és más helyeken is, és mindenütt hatalmas sikert arattak. De a gond az ezzel a fajta rétegzenével, ami itt bevezetve a jazz, hogy gyakorlatilag még van egy Pozsonban, még Budapesten van egy értő közönsége, akik nagyon varjak ezt a műfajt, meg megadott az előadót is, akinek nagyon jó neve van a világban. Addig sajnos Rimaszombatban igazából elsősorban a rokonságra számíthatnak, meg a csavardra.